Üdvözlök mindenkit! Ma az egyik kedvenc ételemet fogom elkészíteni. Ez egy tortilla tekercs lesz, csirkével és salátával, valamint avokádókrémmel. Ehhez a lisztet belerakom egy nagyobb edénybe. A sütőport. A sót. És egy kevés olívaolajat. Magához a tésztához körülbelül ilyen 1 és 2 deciliter vízre van szükségünk. Ezt majd a liszt eldönti, hogy mennyit fog fölvenni, úgyhogy ezt nekünk apránként kell hozzáadagolni. Annyi trükköt szoktam vele csinálni, hogy egy kis fokhagymát felszeletelek, ezt belerakom a vízbe. Csak vékonyra fölvágom. Kicsit elkevergetem. Már át is adta a víznek az aromáját. És ebből adok hozzá. Elkezdem kézzel összedolgozni. Tészta kezd jól lenni, a tában nem marad semmi. Kicsi liszter megszólom a deszkát, és kidolgozom a tésztát. Ez a mennyiség körülbelül 4-5 tortillára elegendő. Én 5-be vágom el. Körülbelül egyformákra, ha megvagyunk, körülbelül egy ilyen 20 perc, fél órát szükséges pihentetni minimum, de nyugodtan egy fél napot is, vagy akár egy éjszakát is betehetjük a hűtőbe. Takarjuk le, nagyon fontos, hogy a felölte ne száradjon ki. Amíg a tortilla tésztánk pihen, addig elkészítjük az avokádókrémet. Ehhez egy kis vöröshagymát veszünk először, fölvágjuk finomra. Egy kevés olívaolajat melegítünk, ebbe fogjuk a hagymát megpirítani. Fokhagymát is teszünk bele, ezt is egy picit megpirítjuk. Rakok még is olajat a hagymához. Picit még aprítok a fokhagymám. Amíg pirul a hagyma, addig az avokádókat kinyitom. Félbevágom, hosszában. Határozott mozdulattal elcsavarom. Fogom a kést, egy mozdulattal belevágom ablakba, eltekerem. Fogok egy kanalat, és elkezdem kikanalazni az avokádót. Az avokádó elég érzékeny, úgyhogy érdemes most hozzárakni a lime-levet, hogy egy picit az oxidációt megállítsuk. Kicsit a héjából is leszelek hozzá. A hagymánk jó lesz. Most rakom hozzá a fokhagymát. A fokhagymát csak addig pirítjuk, amíg felszáll az illata. Meg is történt. Félre rakom, a fokhagymát tilos tovább pirítani. Őt félre rakom egy kicsit, amíg lehűl, és befejezem az avokádókrémet. Ehhez rakok egy kis krémsajtot. Egy kis tejfölt. Kicsi bors. Rakunk bele egy kevés borsot. Sót. Félrerakjuk. És még chilit, illetve egy kis kaliforniai paprikát fogunk belerakni. Ezt összevágom. És jöjjön a chili. Az erejéből egy picit kivágok. Továbbá se szeretem, hogyha mag kerül bármibe is, amiben van paprika. Szintén egy kis snidlinget rakok bele, vagy ha nincs snidling, akkor lehet új hagyma. Nagyon jól néz ki a krém, és olyan darabos, ahogy szeretem. Tulajdonképpen mehet hozzá a paprika. Valamint a hagyma is kellőképpen lehűlt, úgyhogy ezt is hozzárakom. Összekeverem. Teszek rá egy fóliát, és berakom a hűtőbe. Még elkészítettük az avokádókrémet, addig a tortillánk eleget pihent, úgyhogy most ezt fogjuk elkészíteni. Picit lelisztezem a deszkát.
Kicsit kilapítgatom a gombócot, mintha egy mini pizzát csinálnék, és elkezdem kinyújtani. Olyan vékonyra nyújtom, amilyen vékonyra csak lehet. Közben egy vastagabb serpenyőt fölrakok a tűzre, és elkezdem a lehető legforróbbra fölhevíteni, és nem rakok bele semmi olajat, a tortillát szárazon fogjuk kisütni. Kész van, elég forró a serpenyő, csak szárazon beledobom. Közben van egy ilyen kis kézilángszorom, és ezzel felülről elkezdem perzselni. Gyönyörű szépen kólyagosodik, biztos, hogy jó lesz a tortillánk. Megfordítom. És ezzel a rágszóróval elkészült. Arra kell figyelnie, hogy a lehető legforróbb legyen a serpenyő, és egyik oldalt süsse körülbelül egy 2 percig, illetve a másik oldalt is egy 2 percig, hogy ezek a foltok, ezek nagyon fontosak, hogy rajta legyenek a tortillán, ettől tortilla. És még egy nagyon fontos dolog, hogy az, hogy dolgozni tudjunk vele, kell egy konyharuha, amiben berakjuk a tortillát, még forrón, ráhajtjuk, és hagyjuk így kihűlni. Ha több tortillát sütünk ki egyszerre, akkor nyugodtan rakjuk egymásra a tortillákat, és úgy hagyjuk kihűlni. Így szépen átgőzölődik, és majd fel fogjuk tudni tekerni, vagy pedig félbe tudjuk hajtani. A salátához egy paradicsomnak eltávolítottam a héját, ezt a következő módon lehet elkészíteni. Kivágom a csumáját, az aljára rakok egy kis keresztet a késsel, ide készítem a jeget. Forrásban lévő vízbe dobom a paradicsomot, maximum 10 másodpercre. És rögtön a jeges vízbe dobom. A salátához tulajdonképpen használhatunk bármit, tényleg amit megkívánunk. Egy kis uborkát mindenféleképpen. Lilahagymát. Ő csak ilyen vékony férkalikára vágom föl. És most következzen a paradicsom. Őt hagytam egy kicsit a jeges vízbe, hogy elhűljön. Ha így leforrázzuk és rögtön lehűtjük, nagyon könnyen elejön a héja. Fölvágom őket cikkekre. Az ő magjukat is kivágom, mint az uborkának. Paradicsomnak a húsát szintén ilyen vékony csíkokra vágom föl, mint az uborkát. Egy picit megsózom, kicsit essen össze, érjen össze a zöldség a hűtőben. Pici olívaolajat rakok rá, és egy nagyon kevés balzsamecetet. Összeforgatom. Mindenhova jusson az olajból és az ecetből, jól keverjük el. Már majdnem kész vagyunk, látom a fényt az alagút végén, a csirkét fogjuk megsütni. Egy picit megsózom. Egy serpenyőbe hevítek egy kis olajat. Megvárom, míg fölforrósodik teljesen, és talán elkezdem sütni a csirke mellett. A sütőt közben 180 fokra beállítottam, mert hiszen így egészben fogjuk megsütni a csirke mellett, és ezt serpenyőben nem fogjuk tudni, túl vastag, tehát mire a belseje átsül, addigra a külseje pedig megég. Egy kis vajat készítek ide, valamint egy 2 gereszt fokhagymát, és egy citromnak a héját legalábbis csak egy 2-3 csíkot így lehúzok. Elég is. Fokhagymára csak egy ráütök tenyérrel, és elkezdem sütni a csirke mellett. Megfordítottam a csirkét, egy jó evőkanálnyi vajat rakok hozzá, beledobom a héjas zúzott fokhagymát, és a citromhéjat. Egészen addig sütöm, közben az illata az fantasztikus, köszönhető a citromhéjnak, illetve a fokhagymának. Tehát addig sütöm, amíg a vaj megbarnul. Egy pici sót még mindig rakok hozzá. Közben kanállal locsolgatom a vajjal. Kicsit megdöntöm a serpenyőt, hogy a vaj lecsurogjon oda az aljába, és ezzel locsolom vissza a húst.
közben megforgathatom, lényeg, hogy gyönyörű színe legyen. Úgy gondolom, hogy itt elkészült, úgyhogy átrakom a... és ezt a sült fokhagymát, citromot, vajat szépen ráöntöm a tetejére. És berakom a sütőbe 180 fokra. A csirke sütőben kb. Egy 5-10 percet sült. Kiveszem. Pont olyan, mint aminek lennie kell. Kiveszem a forró serpenyőből. Rárakom egy kis alufóliára. És ő még nincs kész. Ha most elkezdeném szeletelni, akkor gyakorlatilag a szaft az így kifolyna a húsból. Ezt jobb benne tartani, tehát egy picit hagyjuk pihenni a húst. Így nem fog kifolyni belőle a szaft. A saláta, az avokádókrém és reszelt sajt. Ő gyönyörű szépen kihűlt. Egy kevés olívaolajat teszek rá. Nem sokat. Kicsit elkenem. Megszórom a reszelt sajttal. Rakok bele a salátából. Rakok bele egy kevés jégsalátát. Ezt nem véletlenül nem kevertem hozzá ahhoz a salátához, mert nagyon összeesett volna. Csak így tépkedek. Vágok a csirkemellből vékony szeletkéket. És a vékony csirkemeszeleteket is rárendezem. Még egy kis sajtot szórok rá. És tulajdonképpen két választásom van, vagy föltekerem, vagy pedig csak félbehajtom, mint egy omlettet. Félbehajtom, mint egy omlettet, én jobban szeretem. Közben melegítettem egy serpenyőt, öntök bele egy kis olajat, és belerakom a tortillát. Kicsit segítetek neki, lenyomkodom, nem nagyon. Picit forgatom. Őt nem kell nagyon forró serpenyőben sütni, mert hiszen akkor hirtelen megég a tortillánk, és nem olvad el a sajt a közepén. Közben megnézem az alját, gyönyörű. Megfordítom. A sajt gyönyörűen kezd olvadni. Szépen áll össze a tortillánk. Kész van. Elkészült a tortilla, tálalunk. Az avokádókrém. Ne sajnáljuk, még véletlenül se. És még kis friss rindlinget szórunk rá. A tortilla elkészült. Jó étvágyat kívánok!